Műsorvezetőnk Morvai Noémi a szokásos átkötő szövegek felvételére csinos ruhát hozott a Magyar Nemzeti Balett edzőbázisára, de akkor mit keres itt ez a másik ismerős arc? Hello! Ciao! Te már itt? Na, mi a helyzet? Persze, már készültem, be is melegítettem. Azt hiszem, oda kell vennem. Kótai Mihály ökölvívó világbajnok lánya Rozi már balettozik, míg Noémi kislánya Zizi még csak szeretne. Megkértük hát őket, csináljanak végig egy óra gyakorlatot profi balettosokkal. Az ötletet a Dwayne Johnson főszereplésével készült Gyerekjáték című film adta, amelyben a kigyúrt amerikai focisztárt alakító főhőst lánya balett tanára izzasztja meg alaposan. Ez csak bemelegítés. Na jöjjön! Gondoltuk, teszünk mi is egy próbát, és ehhez szükségünk volt két sportos fickóra is. Boxoló büszkeségünk be is ment az egyik öltözőbe. Sziasztok! Hello! Noémi pedig a masszázs helyiséget választotta, amikor befutott a harmadik szereplő. Szentgyörgyi Rómeó többszörös aerobik világbajnok szó szerint időzítette a formát, próba előtt 5 perccel érkezett. Két kőkemény sportoló heti 5 edzéssel és a szintén sportos, ritmikus gimnasztika múltra rendelkező műsorvezetőnk mindhármukat a megfelelni vágyás és a kíváncsiság hajtja. Kótai Mihály ezek mellett balettos lánya Rozi is. Hogy búcsúzott Rozi tőled? Azt mondta, hogy apa, figyelj, de legyél türelmes, ne idegeskedj is, légy, nem edd meg senkit. És akkor ilyen lazán. Az öklöző még a megfelelő kéztartást is bemutatja, amit lányától tanult, majd irány a terem. Nagy a derültség, a férfi táncosokat nem avatta be Solymosi Tamás balettigazgató, Noémi, Rómeó és Misi a helyüket keresik. Olimpikonaink, büszkeségeink, dolgozunk együtt egy kicsit, elég nehéz a miénk is, és tudjuk, hogy milyen nehéz a tiétek is, gyertek be! Hamar kiderül, hogy egy felnőtt férfi balettóra elég nagy vállalás annak, aki nem szokott hozzá a lábizomzati, illetve izületi terheléshez. Főképp, mert ami elsőre olyan egyszerűnek tűnik, a valóságban a laikus számára szinte utánozhatatlan, nehéz gyakorlat sor. Tizenöt perc elteltével érdeklődünk először, hogy kinek milyen fáj. Az ökölvívó világbajnoknak az egész lába. Próbálom utánozni, de nem megy. Az aerobik világbajnoknak csak a vádlia, viszont az nagyon. Már izzadok, melegem van, és az izomzatos elfárad teljesen. Noéminek viszont, mintha lenne érzéke a táncművészethez, és nem is fáradna annyira. De nagyon sokan kérdezték már, legutóbb Novák Péter, aki maga is táncos, hogy én balettoztam-e valaha. Nem. Hát azért ez kemény. Igen. Hát nem mondom, hogy fáradt vagyok, mert edzésben vagyok, de egész más mozgásformához vagyok szokott. Képes, hogy rotációt. Igen. Én meg bírom. Tudod, a nők sokkal jobban bírják. A Magyar Nemzeti Balett december 31-én délelőtt ünnepli a 100. diótörő előadást. Egész decemberben 30-nál is többször táncolták Csajkovszki balettjét. Erre a szériára gyakoroltak, ott jártunkkor is. Egyre bonyolultabb és bonyolultabb mozdulatsorokkal. Mivel a társulatban a magyarok mellett orosz, ukrán, kínai, argentin táncosok is vannak, Solymosi Tamás 4 nyelven ad összetett utasításokat, ezek közül egy fel is tűnik Noéminek. Fondue? Ez nem valami más? Ez egy sajt, igen. Azt szeretjük. Van egy ilyen könyvünk. Azikének vettem ilyen kihajtható ablakokkal a balett, és abban van ilyesmi. A fondue, ugye? Azt jelenti, hogy olvadni, tehát a gyakorlatot úgy kell megcsinálni, tehát ugye ez a lényege. Nos, Rómeó még csak-csak fondű, de Misi már végképp lemerevedett. Kötöttebb és fáradtabb is aerobikus társánál. Mindhárman plusz motivációt keresnek a folytatáshoz, jönnek az első hibák is. Ez nekem is megy, figyelj! Rómeó egyensúlyérzéke tűnik a legjobbnak a korlát nélküli gyakorlatok kezdetén, az óra második részében. Ezzel a kemény, összetett koreográfiai elemek fél órája veszi kezdetét. Segítsetek leszállni! Segítsetek leszállni! A két erős ember ekkor már ahelyett, hogy erősen figyelne, egymással foglalkozik. Indul a kicsap a másikra úgy, hogy ne tudja kivédeni és hányszor. És szokásos. Megint sok-sok-sok-sok-sok-sok piruett és ramverzés.
Ezen a szinten már a legegyszerűbb feladat is alig követhető egy amatőr számára. Akinek bármi kétsége lenne a felől, hogy a három balettanonc képes-e követni a gyakorlatokat, nos, az joggal kételkedik. Mindhárman kitikkadva a korlátot támasztják. Dwayne Johnson a filmben végül közönség elé is áll egy balett előadásban. Ugyan a mi hőseink nem valószínű, hogy szerepet kapnak a következő diótörőben, de Solymosi Tamás azért elégedett vele. Mindenki le tudja szűrni, hogy amit mi csinálunk, az mindig egy olimpiai felkészülés minden nap. Tehát azok a gyakorlatok, amiket mi itt minden nap gyakorlunk, az egy olyan embernek, aki nem ezzel foglalkozik, az tényleg nagyon-nagyon nehéz. Sőt, én mondtam is, hogy nagyon óvatosan, hogy nehogy meghúzzák magukat, nehogy valami sérülés történjen, de le a kalappal, mert nagyon bátrak voltak, és örülök, hogy helytálltak. A Schluss Point teljesen spontán alakul az első reakciók után. Én jól vagyok, köszönöm. Hát ezt gondoltam. Én is a lábaimat érzem, a vádlimat különösen. Ez nagyon elfáradt. Most füllentenek. Tehát én ezt érzem, remélem ők is. Amikor a balettigazgató beszélgetésbe kezd hőseinkkel arról, ki hogy bírta, Misinek ellenállhatatlan ötlete támad. Ezt a mérhetetlen örömet szeretném biztonozni azáltal, hogy nagyon szívesen meghívnám a Solymosi urat és a balettársulatnak azoknak a kalandot szerető tagjait, akik részt vennének velünk egy boxedzésen. Köszönjük szépen a meghívást, élni fogunk vele. Nagyon-nagyon várom. Köszönjük szépen. A nagy visszavágót, vagyis a balettosok boxedzését természetesen megmutatjuk majd önöknek hamarosan itt az Opera Caféban.